Sziasztok! Megnézzük, hogy Conor mit fejlődött az elmúlt két hétben helyben maradás tekintetében. Ugye én minden nap gyakorlok vele vacsoránál és reggelnél pár percet. Onnan indultunk legutoljára, hogy a kutya ült, és innen elvettem a kezemet. Most már a kutya ül és fel is tudok egyenesedni. Ül. A kezem ilyenkor még kezdve maradt ott. És most jön az a rész, hogy elkezdem növelni a távolságot. Picit kiállok, szokott időbe, visszalépek, megdicsérem. Kicsit többet várok. Visszalépek, nagyon megdicsérem. Ügyes vagy, Conor, szuper ül. Aztán elkezdek egy picit téblábolni előtte. Visszalépek, megdicsérem. Ha véletlen kimozdulna, már pedig most el fogom hibáztatni vele, túlnyújtom a határt, akkor láthatjátok, hogy én mit csinálok olyankor. Jó, visszaviszem majd a helyére, és újra kezdem egy kicsit alacsonyabb kihívással. Jó, ezt megdicsérem, mert nagyon ügyes. Ügyes vagy. Jó, tehát semmi gond, hogyha túlnyújtottuk a határt, visszaültetjük a kutyát. Koni? Ahó. És újra kezdjük. Lényeg, hogy most már tudjuk, hogy meddig mehetünk el. Okay. Ül. Okos vagy. Jól van. Ül. És stabilizáljuk rövidebb távon. Ül. És elkezdjük újra nyújtani a dolgokat. Szuper. Ez az. Hé-hé. Jó, kicsit már fárad. Még egyet ültetek. Rövid ültetés lesz. Csak hogy sikerre zárjuk a mai napot. Szuper ügyes vagy! Nagy dicséret a végére. És ezzel a boldog élménnyel feküdhette aludni a tréning végén. Sziasztok!